A zsidóság és a cigányság a dualizmus idején. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Töttős Gábor vagyok. Ez a Nemzeti és a Nemzetiségi Kérdés a Dualizmus korában című leckének a harmadik befejező része, amelyben meglepetésszerűen váratlan módon a zsidóságról és a cigányságról lesz szó. Megnézzük, hogy a dualizmus alatt mi jellemezte ezt a két kisebbséget Magyarországon, milyen volt a lélekszámuk, mivel foglalkoztak, hogyan sikerült az integráció vagy éppen az asszimiláció. Higgyétek el, érdekesét teszem, gyertek, tartsatok velem! Zsidó emancipáció. 1867-ben, a kiegyezés évében születik meg az a törvény, ami itt van fölül idézve, amely biztosítja az izraelita vallású embereknek ugyanazokat a politikai és polgári jogokat, mint az összes többi ország lakosnak. Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak, nyilvánítatnak. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik. Magyarán innentől kezdve jogilag egyenlő a zsidóság a keresztényekkel, a többségi társadalommal, ugyanakkor mégsem mondhatjuk el, hogy teljesen egyenlőek lennének, hiszen a vallásuk nincsen elismerve oly módon, mint ahogy a keresztény vallások el vannak ismerve. Erre csupán 1895-ben kerül sor, amikor is tulajdonképpen a tényleges emancipáció, a zsidó vallás emancipációja megvalósul. Ebből két paragrafus ebből az 1895. évi 42. törvényből. Az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilvánítatik, illetve lelkész, azaz rabbi és hitközségi előjáró az izraelita felekezetnek csak oly tagja lehet, aki magyar állampolgár, és aki képesítését Magyarországon nyerte. Ezek azért már súlyosabb kitételek, főleg azért, mert hogyha majd mindjárt ideidézem Löw Lipót rabbit, ő például mondjuk ennek nem felelt volna már meg, most némi gúnyolódással, vagy gúnyolódásnak tűnhet, de nem azért mondom, addigra szerencsére meghalt, és addigra már a fia vette át a főrabbiságot Szegeden. Mert hogy ő csehországi születésű volt, és éppen ezért azért korlátozták a vallást, de minden esetre a bevett vallások közé került, és innentől kezdve tulajdonképpen a felső házba is bekerülhetett. A főrendi házba egész pontosan, tehát a főrendi házba bekerül a zsidó vallásnak a főrabbia, méghozzá a neológus meg az ortodox is. Erről a két irányzatról mindjárt beszélni fogok. A zsidók száma Magyarországon ebben a korszakban jelentősen nő. Egyrészt jobban érinti őket a demográfiai robbanás, mint más népcsoportokat, nemzetiségeket, mert hogy jobb életkörülmények között laknak sok esetben, illetve egyszerűen tanultabb rétegről van szó, de még nagyobb mértékben jellemzi a jelentős bevándorlás a zsidóságot. Ennek az okai hát több felé mutatnak, például ideidézhető mondjuk az oroszországi zsidóüldözés és a pogromok hosszú-hosszú sora. Erre utal például mondjuk a Hegedűs a háztetőn című musical, ami Sholem Aleichemnek a könyve, a teljes emberből készült. Az anatevkai közösséget a végén, bocsánat, hogy spoiler ezek, de elűzik. Egyébként, aki nem ismeri, az feltétlenül ismerkedjen meg vele, szerintem alapmű. De nem csupán Oroszországból érkeznek ide emberek, vagy zsidók, hanem Galíciából is költöznek be Magyarországra, ami ugye ekkor félig meddig osztrák fennhatóság alatt van. Költöznek be Magyarországra innen, viszonylag nagy számban. Az asszimiláció erre a korszakra gyakorlatilag mindenek előtt jellemző a zsidóság kapcsán mindenképpen. Ez nem csupán azt jelenti, hogy magyarul fognak beszélni nagyon rövidesen, megváltoztatják a nevüket, hanem a magyar nemzeteszmét és a magyar kultúrát is átveszik, és felvállalják. Természetesen megmarad azért valami sajátosság ebben az egészben, vagy az egész mögött,
De ők magyarországinak, vagy bocsánat, nem magyarországinak, magyarnak vallják magukat, ez lenne a lényeg, nem magyarországinak, hanem magyarnak vallják magukat nagyon sok esetben. Igaz, hogy a vallásukat megtartják. És akkor most jön a képbe a már megemlített Lőv Lipót, illetve Lőv Immanuel. Lipót az egyik legjelentősebb magyar rabbi, és tudatosan használom a magyar kifejezést, annak ellenére, hogy ugye egyrészt izraelita vallású, és hát nyilvánvalóan zsidó felmenőkkel rendelkezik, másrészt pedig hát egy Csehországban született. De akkor miért mondom magyarnak? Hát roppantúl egyszerű, mert ő nagyon sokat tesz a magyarországi zsidóságért, és nagyon sokat tesz a zsidóság asszimilációjáért. Ő az első, aki magyar nyelven prédikál a zsinagógában, és könyveket ír magyar nyelven, meg egyébként német nyelven is természetesen, és ő fogja létrehozni a neológ irányzatot. A neológ irányzat egy zsidóságon belüli irányzat, amelynek a lényege, hogy nem ragaszkodnak annyira sziklaszilárdan az ősi dolgokhoz, a vallás eredeti dolgaihoz, hanem például mondjuk a magyar nyelv irányába nyitnak, a magyar nemzetiség felé nyitnak, és tulajdonképpen létrehozzák ezt a magyarországi asszimilálódó zsidó közösségnek a szellemi táplálékát, a szellemi hátterét, ezt a bázist, amire alapozva ők magyarrá válhattak. A fia Lőv Immanuel jobb oldalon látható, aki 1854-től 1944-ig élt. Hát ebből az évszámból kiderül, hogy a holokauszt áldozata lett. Egy mondatot idéznék tőle, ami úgy gondolom, hogy eléggé komoly és megfontolandó. A nemzet hű fiává nem a származás, nem a faj rokonság, hanem a rokon érzés, és a csatlakozás önfeláldozat avat. Bocsánat, a csatlakozó önfeláldozat avat. Nem a szívnek vére, hanem a szívnek verése. Ez ebben az országban egy ilyen nemzetiségi összetétellel, mint amivel mi rendelkezünk, azt hiszem, hogy mindenképpen megfontolandó és követendő. Nem nagyon rajongok a szín, teljesen mindegy, hogy magyar, német, román, roma, vagy akár milyen nemzetiségről beszélünk, mert ebben az országban ennek túl nagy valószínűsége nincsen, és nem hiszem, hogy nagyon-nagyon messzire vezetne, hogyha körmünk szakantáig ragaszkodnánk ahhoz, hogy mi igenis 100%-osan, nem tudom kik vagyunk, magyarság kapcsán ez már mondjuk a honfoglalás korában sem volt leírható. A magyarországi zsidóság jelentős része kisiparral és kiskereskedelemmel foglalkozik, főleg azok, akik északkeleten helyezkednek el, illetve nyilván a fővárosban, Budapesten, vagy hát 1883-ig Pest-Budán. Szóval ezek az emberek, akik látható, hogy bizonyos járásokban mondjuk 30%-ot is meghaladó arányban vannak jelen, de mindenképpen ilyen 20-25% környékén találhatóak meg északkeleten. Ők tehát kisiparra és kiskereskedelemmel foglalkoznak, és ezzel ebben a vonatkozásban viszonylag kevés konfliktussal kell szembenézniük, hiszen a helyi emberek nem igazán érzik veszélyeztetve magukat, mert hogy nem az ő munkájukat fogják elvenni. A másik csoportja a zsidóságnak a már régebben beköltözöttek és asszimilálódók a nagyvárosokban, főleg Pest, Budán, illetve Budapesten élő nagypolgárság, akinek a jelentős részét, tehát a nagypolgárság összességének a jelentős részét a zsidók alkotják, másik részét meg ugye a németek, és persze vannak köztük más nemzetiségiek is. Elsősorban a városlakó zsidóságnak a gyermekeiből kerülnek ki azok az értelmiségi pályán dolgozó emberek, akik igen nagy mértékben meghatározzák ennek a korszaknak a képét, vagy legalábbis ezeket az értelmiségi pályákat. És a tankönyv egy picit elemezgeti azt, hogy miért is az értelmiségi pályákra mentek a zsidók. Hát ennek mondjuk viszonylag egyszerű okai vannak. A középkor folyamán sem Magyarországon, sem más európai országban általában
nem birtokol, vagy nem művelhettek földet, mert nem kaptak földet. Tehát a földművelés, ami ugye a társadalom mondjuk 85-90%-át, 95%-át, vagy 85-90%-ának a megélhetését adta, számukra nem járható életút. Az iparból azért szorították ki őket, mert a CS rendszerben nem igazán hagyták őket belépni, így hát abból is kiszorultak. Természetesen vannak olyan iparágak, amelyek viszont tipikusan zsidósághoz köthető iparágak, mint például mondjuk az ötvös mesterség, vagy tehát az aranyművesek utcája például, hogy erről tanúskodik. De az ipar többségéből ki vannak rekesztve. Marad nekik a tudományok, a kereskedelem, a pénzvilága, esetleg művészetek, és hát mit ad az ég? Egy pár száz év alatt, vagy egy ilyen 5-600 év alatt egészen ügyesen beletanultak ebbe, tehát hogyha egy család mondjuk 500 éve kereskedelemmel foglalkozik, akkor úgy érzik azt, hogy mit és hogyan kell. Mondani szokás, hogy a vérében van. Hát ez volt itt is tulajdonképpen, hogy egész egyszerűen nem volt korábban más lehetőségük, és a 20. századra azok a szakmák, amelyekben ők korábban is érvényesültek, vagy legalábbis amelyek korábban elérhetőek voltak a számukra, azok bizony a társadalom magasabb rétegeibe vezették őket. Ha megnézzük az egyetemi arányukat, ami egyébként ugye a normálisnak, tehát bocsánat, nem normális, hanem az országos arányuknak körülbelül ötszöröse, akkor megértjük, hogy miről beszélünk. Jogi kar. Az összes jogász hallgató mondjuk 1883-ban 2400, ebből 428 izraelita, azaz 17,8%. 1913-ban 5760-ból 1070, azaz 18%. De hogyha 1903-at nézzük, akkor ott 27% a hallgatóknak izraelita. Az orvosi karon nézzük meg, még súlyosabb, vagy még szembetűnőbb az arány, bocsánat, ez nem súlyos, hanem nyomatékos. Az 1177-ből találomra bármelyik sort választhatnám, 1177-ből 590, azaz 50%-a az orvosok, az orvostan hallgatók 50%-a izraelita, de később is 40% fölött van a 20. század elején, tehát lehet 47% mind a két esetben szinte. A műegyetemen 1300-ból 600-800, 45% itt is, aztán majd csökkenni fog az ő arányuk. Tehát látható, hogy jóval magasabb a társadalomban nyújtott körülbelül 5%-nyi arányuknál, erről majd később lesz még egy diagram. Ez persze a későbbiekben konfliktusokhoz fog vezetni, de hát nagyon egyszerű, ez maradt nekik, és ebben lettek jók, és hát amúgy is... Ez annyira intelligens és felvilágosult réteg, mármint a zsidóság, hogy pontosan tudja, hogy a gyermekeiknek a taníttatása az a legbiztosabb befektetés a jövőbe. Tehát a gyermekek taníttatása a legbiztosabb befektetés a jövőbe. Ez azért ismétlem még egyszer, mert ez ma sincsen nagyon másként, véleményem szerint. Persze nem csak tanítatni, hanem nevelni is kell a gyereket, de hát abban is jeleskedtek a zsidó családok. Kihagytam még a fontos szakmák közül a színészetet. A színészet egy nagyon-nagyon furcsa világ, mert hogy még a római korban is úgynevezett infámis szakmának számított, azaz tisztességes ember nem játsza meg magát. Tehát nem színészkedik, nem csinál magából bohócot, nem játssza el az érzéseit. Így hát aki színészkedett, az komoly ember nem lehetett. Tehát mondjuk politikában nem vehetett részt, aki színészkedett a római világban. Ez a szemlélet valahogy így átöröklődött az évszázadok folyamán, de gondoljunk bele, hogy a 19. században is az úgynevezett csepürágókat mennyire megvetették sok esetben. Igen, tudom, hogy vannak nagyon jelentős színészek és színésznők, Dériné, és lehetne még sorolni másokat, de ennek ellenére a színész az mindig olyan volt az össztársadalom számára, hogy olyan gyanús és nem feltétlenül felvállalható. Gondoljunk bele, hogy mondjuk egy csók. Ez mennyire sokak számára felvállalhatatlan lenne. Egy színpadon egy kvázi vadidegen embert megcsókolni sok száz ember, vagy több tucat ember szeme láttára. Ez együtt jár ezzel a szakmával. Nos, a zsidóság természetesen
ezt a részt is megtalálta magának, és éppen ezért van az, hogy a színészek egy jelentős része, nem csak Magyarországon természetesen, hanem Európában is, sőt, ugye az Egyesült Államokban zsidó származású, és ez nem csupán a színpadi szín, tehát a színi színészekre jellemző, hanem a, vagy ez rájuk vonatkoztatható, hanem a filmszínészekre is természetszerűleg. A zsidóság vallásában különbözik, ez nyilvánvaló, viszont ilyen, hogy zsidó nemzetiség, vagy zsidó kisebbség, nem a vallás, hanem nemzetiség szempontjából nem létezik, mivel hogy nem is nézik azt, hogy ki minek vallja magát. Egyszerűen megkérdezik, hogy milyen nyelvet beszél, és ők bizony magyarul fognak beszélni. Kevesen közülük németül, a többség magyarul, mert hogy asszimilálódni szeretne. Magyarnak fogják vallani magukat, így hát a magyarság számarányát növelik. Ne felejtsük el, hogy mondjuk 900 ezer magyar, vagy 900 ezer zsidóról van szó az országban. Ezeknek mondjuk ugye hát bő kétharmada, 70%-a magyarul beszél. Ez azt jelenti, hogy akkor van mondjuk egy ilyen 600 ezer magyaros többlet, ami igen magyar, de hát ilyen zsidó származású. Ezt sem ártana megemlíteni, amikor büszkén emlegetjük azt, hogy 54,5%-ra gyarapodott a magyarság aránya 1910-re. A társadalom többsége befogadó, és viszonylag ritkák a konfliktusok, persze ez koronként és társadalmi rétegenként, meg helyenként változik, viszont általában nincsenek jelentős összetűzések, és éppen ezért a zsinagógák a nagyvárosoknak eléggé fontos központi helyein épülhetnek fel, Kecskeméten és a Főtéren épült a zsinagóga. Kiemelném a pesti Dohány utcai zsinagógát itt a jobb alsó képen, ez látszik a háttérben. Európa legnagyobb zsinagógája, neo-mór stílusban épült zsinagóga a Förster tervei alapján. 1859-ben kezdik meg az építkezést, ha jól tudom, vagy fejezik be talán. És ami még érdekes, hogy a Dohány utcai zsinagóga melletti épületben születik meg 1860-ban az a Theodor Herzl, vagy magyarosan Herzl Tivadar, aki ugye a cionista szemléletet a világba hozza, a Judenstaat, azaz Zsidó Állam című könyvével. Ezt azóta lebontottak, és helyén egy Herzl múzeum, egy zsidó múzeum látható. A zsidóság olyannyira beépül a magyarságba, hogy nagyon-nagyon sok tudományos és művészeti eredmény nekik köszönhető, és hadd ne idézzem mondjuk a Nobel-díjasainknak a döntő többségét, akik zsidó származásúak. Nem szeretem azt a kettősséget, amit tapasztaltam már nagyon sokszor a téma kapcsán, hogy amikor hasznot hajtunk az emberből, akkor magyar, amikor valamiért haragudni kell, vagy kirekeszteni kell, akkor azonnal megtaláljuk, hogy mitől nem magyar, hogy mit tudom én, zsidó, cigány, vagy éppen kínai, most itt a gyorskorcsolyázókról beszélek, a gyorskorcsolyázókra utalok, el kell dönteni, hogy most akkor vagy magyarok, vagy nem magyarok, én a magyar mellett kardoskodnék, hiszen ha valaki tudatosan vállalja a magyarságát, és ki is tudja magát fejezni, és tesz is azért, hogy ennek az országnak dicsősége legyen, azt tiszteljük meg annyira, hogy nem idegenezzük le. Ezt az előző gondolatot folytatva, ugye a zsidók magyarrá válásának a magyarosítás egy fontos eleme. A magyarosítás, azaz a név megváltoztatása magyarra, ez nagyjából elvárás a társadalom részéről, az értelmiségiek és a középosztálybeliek elvárása, illetve maguktól is elvárják, hogy kifejezzék ezzel a hűségüket a hazájuk iránt. Ugye két fontos módja van ennek a dolognak, vagy tükörfordítás a megoldás, tehát mondjuk ugye Rosenthalerből lesz Rózsa Völgyi, vagy tudom én mondjuk Wiesenfelderből Bölcs Földi, vagy megváltoztatják a nevet, és a kezdőbetűt meghagyva valamiféle jellemzően helységnévhez kapcsolódó
név lesz, tehát mit tudom én, mondjuk nem tudom, mondjuk Danzigerből lesz Dévényi, csak mondtam valamit. Azok a legszerencsésebbek, akiknél ez azonos, tehát mondjuk a Salzerből lesz a Sós, vagy a Müllerből a Molnár, bár a Müller az nem zsidó, hanem inkább sváb név volt ebben az időszakban. Ez a lépés, ez a magyarosítási lépés, ugye elvárt volt abban az esetben, hogyha az államnak dolgozott valaki, tehát állami hivatalt vállalt, akkor azért úgy nem volt feltétel, de azért úgy igényelte, tehát hogy jó szemmel nézték azt, hogyha ezt végrehajtotta valaki, és egy picit olyan gyanúsan vagy olyan fejcsóválva azt, aki ragaszkodott az eredeti nevéhez. Szabó Istvánnak a Napfény íze című filmét tudnám ide idézni, ahol ugye a Sonnenschein család sorsra magyarosítja a nevét, aztán meg vissza. Ebben a korszakban enyhe antiszemitizmus tapasztalható, leginkább a kispolgárság részéről. A kispolgárság antiszemitizmusa leginkább abból fakad, hogy az ő konkurenseik lesznek azok a helyi kiskereskedők, meg az iparban dolgozó zsidók, akik nagyobb számban költöznek be az országba, illetve szaporodnak el, hogy csúnya kifejezést használja. A kormányzat ugyanakkor igyekszik visszaszorítani ezt az antiszemitizmust. A kormányzat. És itt meg kell említenem, hogy például mondjuk a Borsszem Jankó a korszaknak az igen kedvelt élt lapja, tehát vicc újsága, ami hát, hogyha olyan modernkori példát mondanék, akkor ugye Charlie Hebdo-val lehetne azonosítani, bár nem annyira ocsmány és trágár, mint ez a francia folyóirat, ugye ez a terrormerénylet kapcsán megismert francia folyóiratról van szó, hanem ennél azért egy fokkal ízlésesebb, tehát nem káromkodnak benne, de például a felső két ábrán látható, bal felső két ábrán látható ábrázolásmód, hát manapság azért már ez nem férne el egy folyóiratban, normál esetben. Nem csak a zsidókat ábrázolják gúnyosan, persze, hanem más nemzetiségeket is, eléggé jellemzően lebecsmérlően, tehát kisgyerekként, vagy ilyen szakadt ruhában, kigúnyolva a sajátosságukat, itt ugye főrabbi éppen leköpi a népet, a harcos egyháznak az egyik tagja, mert hogy ugye a felsőrendi háznak a képviselőit mutatják be minden bizonnyal, és lehet, hogy csak fröcsög a prédikáció közben, de hát nem annyira úgy tűnik. Ugyanakkor gyorsan hozzáteszem, hogy ez az élt lap nem kifejezetten antiszemita, nem rasszista, nem kirekesztő, hanem neki megy ez mindenkinek, tehát állatként ábrázolják a politikusokat, gúnyolódnak magunkon, mármint magyarokon, gyakorlatilag mindenkibe beleállnak, és hát ez korjelenség volt természetesen. Ennek ellenére ez talán már túlmegy azon a határon, ami ma elfogadható lenne. Egyébként ez a Borsszem Jankó elérhető az interneten. Nagyon-nagyon tanulságos, hogyha nézzük, hogy milyen kifinomult politikai humor volt ebben a korszakban. És hát persze nem mindegyik vicc jó, és nem mindegyik viccet értjük, de hogyha egy-egy képnek utána nézünk, és megnézzük a történelmi hátterét, akkor nagyon-nagyon gazdag történetekre és ismeretekre tehetünk szert. Az antiszemitizmus kapcsán hát meg kell említeni a legdurvább magyarországi esetet, az 1882. évi áprilisi Tiszaeszlári esetet, amit Tiszaeszlári vérvádnak szokás említeni. A képen látható Solymosi Eszter, egy cselédlány, április 1-én eltűnik. Konkrétan eltűnik. És a problémát az jelenti, hogy ez egy héttel van a Pészach előtt, a zsidók legjelentősebb ünnepe előtt, ugye a szabadítást, Egyiptomból való szabadítást ünneplik ekkor, és viszonylag sokan voltak a Tiszaeszlári zsinagógánál, más ügyből kifolyólag, és azt a vádat kapták a nyakukba, hogy minden bizonnyal
ők azok, akik rituálisan kivégezték ezt a Solymosi Esztert, konkrétan, hogy elvágták a nyakát, és a vérét kifolyatták, hogy aztán az belesüssék a pászka, vagy a kovásztalan kenyérbe, amit készítenek erre az ünnepre. És hát tanú is akadt erre, aki elvileg látta a kulcsokon keresztül ezt az egészet. Na most a probléma ezzel a vérváddal kapcsolatban az, hogy nagyjából az, hát nem bocsánat, nem nagyjából, hanem konkrétan az ókorból ismerős ez a vérvád. Méghozzá akkoriban még csak gonosz összeesküvőkkel szemben, mint például mondjuk a Katilina összeesküvőivel szemben is alkalmazták, aztán később egy másik nagyon-nagyon gyanús és rendkívül gonosz és titokzatos szekta, az úgynevezett kereszténység ellen alkalmazták a Római Birodalomban. Aztán ugye a kereszténység államvallás lett így hát a pogányokkal szemben néhány esetben, de a középkor esetén az eretnekekkel szemben, tehát mondjuk a valdensekkel meg a katarokkal szemben alkalmazták ugyanezt, hogy megölik rituálisan a gyermeket, aztán belesütik a vérét, vagy a porrá őrölt csontjait a saját ételükbe. És hát ilyenkor meg a zsidók ellen alkalmazzák. Erről egyébként egy könyv is született, Európa démonai az a címe, Norman Cohn írta, egy kiváló történelmi alkotás. Egyébként előadást is tartottam róla. Tehát borzalmas, hogy egy modern környezetben ez a vérvád még megjelenik. Ennél sokkal borzalmasabb, hogy a mai napig vannak hívek, vagy olyan emberek, akik ennek hitelt adnak ennek a sztorinak, és úgy gondolják, hogy ténylegesen a zsidók ölték meg rituálisan ezt a Solymosi Esztert. Annak ellenére, hogy egyébként júniusban megtalálnak a Tiszában egy 10-14 év körüli lányt, mármint ugye a holttestét, aki történetesen a Solymosi Eszternek a ruháit viseli, és érdekes módon nincsen elvágva a nyaka. Ennek ellenére persze bevádolják a helyi zsidó közösséget, és eléggé sok embert. Hosszú ideig tart az orvosi vizsgálat, mármint hogy a tetemet gyorsan septiben megvizsgálják, aztán eltemetik, aztán később exhumálják, már az osztadozó, tehát nagyon-nagyon durva, súlyos vádak vannak. Egy dolog biztos, a tetemnek a nyakán nem volt vágás, ezt mindenki látta, és hát nyilván az egész vád eléggé alaptalannak tűnik, mert hogy egy gyermek van, akit úgy megbeszélték vele, hogy mit kell vallani, és aztán később meg nem is fog tanúskodni, meg nem is hitelt érdemlő az ő tanúsága. Nyilván ellentmondásba keverednek a tanúk. Mindenesetre 1883. augusztusára születik meg a felmentés, és majd csak az ítélet, és természetesen felmentik a vádlottakat, hiszen nincsen kézzelfogható bizonyíték arra, hogy elkövették volna ezt a viszonylag szörnyű bűncselekményt. A fellebbezést követően 84-re fog majd lezárulni az ügy. Az Eötvös Károly tanús, vagy a védőügyvédje a zsidóknak, aki erről a Nagy Per címen könyvet is írt, nem mellesleg egyébként Mikszát is tudósít erről az ügyről, és oknyomozó riportot folytat, és megállapítja, hogy mind a két oldalt elfogult. Tehát nincs itt elfogulatlanság sajnos. Egy dolog biztos, az országos antiszemita párt ennek az augusztusi döntésnek a hatására jön létre októberben, és a következő választáson, azt hiszem 84-ben be is jut az országgyűlésbe, mert hogy ez egy közhangulat, közfelháborodás van a zsidóság ellen, nem mindenki részéről természetesen, hanem a fogékony emberek részéről, akik már abban az időben is uszíthatóak voltak a kisebbség ellen. Igen, abban az időben is a szegényebbek és tanulatlanabbak hajlamosabbak voltak felülni az ilyen uszításnak, amely mondjuk egy bevándorló népcsoport ellen hangzik el, vagy éppen egy személy ellen, tehát ilyen konkrét karaktergyilkosságok is előfordultak, mert nyilván jóval kisebb számban. Ez sajnos már mai napig sem nagyon változott. Krúdi Gyula, a Tiszaeszlári Solymosi Eszter című művét tudom ajánlani, nem túl hosszú, és leírja, hogy körülbelül miről van szó. Igaz, hogy jóval később írja le természetesen az eseményeket, tehát hogy körülbelül 50 évvel később.
A Dreyfus ügyeit azért tettem ide, mert hogy ez nem egyedi eset. Magyarországon tapasztalható antiszemitizmus nem helyi jelenség, hanem ez nagyjából európai jelenség. Még Franciaországban is, ahol töredéke a zsidóság a magyar létszámnak, tehát a 100 000-et nem érik el, és nem 900 000-en vannak, mint mondjuk nálunk 1910 környékén. Még ott is megjelenik ez a dolog. Dreyfus katona tisztet megvádolják az árulással, azzal, hogy kiszolgáltatta a francia katonai iratokat az osztrák-magyar monarchiának, az ellenségnek. Aztán persze kiderül, hogy nem ő volt. Ennek ellenére elítélik, száműzi, illetve több börtönszigetre elviszik valahova a Latin-Amerikába, és azt hiszem az Ördög-szigetre, és Émile Zola lesz az, aki felszólal ellene, az igen híres J'accuse vádolom című címlap a vezércikkel, és csak hosszú-hosszú évek után fogják rehabilitálni a kapitányt, aki természetesen az események hatására már annyira nem nagyon szeretné a francia hadseregben innentől kezdve szerepelni. A tanulság az egészben az, hogy tehát Franciaországban is bőven van antiszemitizmus. Időközben eszembe jutott Umberto Eco Prágai temető című könyve, ami szintén erről az időszakról szól, méghozzá a Zion bölcseinek jegyzőkönyve megszületését próbálja körülírni az olasz egység születése kapcsán, meg itt a francia események kapcsán. Kifejezetten szórakoztató a mű, ha az ember ismeri a történelmi hátteret, anélkül egy picit azért nehéz olvasmány, mint ahogy általában egyébként Umberto Eco jellemzően. Ennyit a tiszaeszlári vérvádról. Sajnálatos módon, ahogy említettem, mai napig vannak, tehát még egy mondatot azért engedjetek meg, mai napig vannak követői ennek az elméletnek. Gyakorlatilag hát hogyha durva lennék, akkor neonáci, de nem vagyok az, tehát egy erőteljesen hungarista és antiszemita zarándokhely lett Tiszaeszláron a Solymosi Eszternek a síremléke, amit egyébként szintén ilyen a nézetnek a támogatói emeltek jóval később, az eseményekhez képest jóval később. A magyar politikában is megjelenik a zsidóság, méghozzá oly módon, hogy az integráció és az asszimiláció következtében ugye középosztályban helyezkednek el, viszont a magyar politikai elit az leginkább az a nagyuraknak a hóbortja, csúnyán kifejezve, azaz az arisztokrácia tudott érvényesülni. Tudjuk, hogy a nagypolgárság is befolyással van a politikára, a lobby tevékenység kapcsán, de jelentős politikai tisztséget az arisztokraták vállalnak hagyományosan. Ugye 1890-es években lesz majd Vekerle Sándor miniszterelnök, az első polgári származású miniszterelnök, addig csupa nemesi származásúak voltak. Éppen emiatt, hogy az arisztokrácia gyakorlatilag kisajátítja magának a politikai vezetést, a zsidóság viszonylag nagy számban az ellenzékieket fogja erősíteni, és a kormánykritikus politikai pártokat fogja támogatni. Végezetül ennél a diánál még engedjétek meg, hogy elemezzem ezt a diagramot, amit már korábban beharangoztam. Ugye van egyszer egy országos népesség, ami itt látható szépen gyarapszik, mondjuk a 17. század végén egy ilyen 3 milliót mondanak, itt ezt mondjuk 4,5-5 milliónak szoktuk tanítani, de ne menjünk túl. 1800-ra sem 8, hanem inkább 9,5 milliót szoktunk tanítani, de hát nem olyan nagy probléma, hogy ellentmond vagy önmagának a tankönyv, csak egy picit azért úgy feltűnő. Minden esetre 1900-ra úgy körülbelül 19 milliónyian vagyunk. Ez eddig rendben van. Az izraeliták száma 100 000 főre kivetítve kezdődik egy mondjuk egy ilyen 50 ezres létszámmal, vagy 40-50 ezres létszámmal. Gyorsan hozzátennék egy apróságot, 1686-ban a magyarországi zsidó közösség egy igen nagy részét konkrétan lemészárolják a felszabadító csapatok,
Mert hogy a zsidók nagyon jóba voltak a törökökkel, mert a törököknél semmiféle korlátozás nem volt rájuk nézve, és nyilván némi túlzással, leszámítva azt a plusz 10%-os adót, amit a nem muszlimoknak kellett megfizetni. Így hát ők lelkesen védték Budavárát a törökökkel, egyébként ugye tököli embereivel együtt, és amikor a Szentliga elfoglalta, akkor bizony kardérre hányták a zsidó közösséget. Innen kell újra éledniük, és lehet látni, hogy szépen dinamikusan gyarapodnak 100 év alatt körülbelül 300 ezerre, majd újabb 100 év alatt, hát körülbelül ilyen 1 millióra, 900 ezer és 1 millió körüli létszámra gyarapodnak föl. Tehát megháromszorozzák a magukat 1800 és 1900 között. Ennek az okai ugye az átlagosnál magasabb természetes szaporodás, illetve egy bevándorlás. A bevándorlás ebben az időben még inkább nyugatról jellemző, és kisebb részben Galíciából, amit itt olvashatott, tehát a morva német területekről jönnek, és a 19. század derekán tapasztalható bevándorlás már inkább Galíciából, és ugye ők fognak majd az országon északkeleten helyezkedni, hogyha most nem lenne itt Solymosi Eszter, akkor ugye ebben a régióban, amit a háttérben meg felsejlik, vagy meghúzódik. Az országos lakossághoz képesti arányukat pedig ezen a jobb oldali függőleges diagram vagy oszlopon tudjuk leolvasni. Méghozzá, ugye itt látható, hogy mondjuk 0,5%, itt 1%, és eljutunk egészen a 4,5%-os arányig, ami véleményem szerint egy picit alá van becsülve, de nem jelentős mértékben, úgyhogy ezt be is fejezem a kritikát. A zsidóság után következzen a cigányság helyzete a dualizmus korában. Hát, hogyha a zsidóságot nehéz megállapítani, hogy mennyien lehettek a dualizmus korában, akkor a cigányságot még nehezebb, mert hogy, ugye, ahogy már említettem, az anyanyelvre kérdeznek rá, márpedig a cigányságnak az anyanyelve az hát vagy magyar, vagy mondjuk románhoz hasonlít, mert ez, hogy cigány, azt nem igazán lehetett bediktálni, ilyen opció nem volt. A számuk körülbelül 300 ezerre tehető az utánjárás és a különböző kutatások, meg név, nevek és az anyakönyvekből kivett adatok alapján. Ez a szám persze majd gyarapodni fog. Ebben az időben még a demográfiai robbanás nem jellemzi őket, tehát nem, egyáltalán nem másabb az életvitelük, mint mondjuk a többségi társadalomé. Utalok ezzel például mondjuk a mai világra, ahol tudjuk, hogy a tradicionális, meg egyébként a kevésbé tradicionális cigány családoknál is jóval magasabb az átlagos gyermek szám, mint mondjuk a többségi társadalomnál. Ugyanakkor mégis tapasztalható egy jelentős növekedés, méghozzá a Románia felől érkező betelepedés, mert hogy Romániában eléggé gyalázatos volt az életszínvonal. Konkrétan mondjuk, amikor létrejön Románia 1860-as években, még rabszolgaság is létezik, 80-as évekig fenn is marad az úgynevezett házi cigányok rendszere, így hívják a hát ma úgy mondanánk talán, hogy csicskáztatott ilyen rabszolgasorban lévő embereket, de tény, hogy nagyjából jog nélküliek voltak, és csak akkor fogják őket majd felszabadítani, és hát a viszonylag nagyobb mennyiségben be is költöznek Magyarországra, mert hogy itt jobban megélhetés. A cigányság kapcsán meg kell említeni egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amit mondjuk a tankönyv kapásból elfelejt. Az, hogy a cigányság nem egységes. Nem beszéltünk nagyjából ilyenről, hogy cigányság, vagy romák, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk őket. Nem beszéltünk egységességről, mert hogy legalább három nagy csoportot lehetne megkülönböztetni, és mellette még legalább mondjuk 20 kisebbet. A három nagy csoportnak a megnevezése, ugye, hogyha ezt a két térképet nézzük, akkor van magyar anyanyelvű romák aránya, olyan, akik ugye magyarnak vallják magukat, mert magyar anyanyelvet fognak vallani, és van román anyanyelvű romák aránya, 93-as vizsgálat szerint. Most a magyar anyanyelvű romák lesznek
az egyrészt az olá cigányok, az úgynevezett lovári nyelvet beszélő cigányok, akik lovári nyelven beszélnek, tehát nem magyarul, de magyar fogják valószínűleg bediktálni, és a romungrók közé tartoznak a zenész cigányok, a muzsikusok, mint például mondjuk a jobb felső képen látható Dankó Pista, aki hát nagyon megbecsült és tisztelt alakja a korszaknak. Az Erdélyben nagyobb számban megtalálható román anyanyelvű romák cigányoknak a megnevezése az úgynevezett beás. A beások a mai napig ugye beás nyelvet beszélik, és hát sem románul, sem beásul nem tudok, de azt tudom, hogy én úgy tudom, hogy aki tud románul, az úgy nagyjából megértheti a beás nyelvet, aki tud beásul, az nagyjából megértheti a román nyelvet. Tehát ez a kettő eléggé közel áll egymáshoz. Egyébként az olá megnevezés az a vlachból ered, ami ugye a románoknak a történelmi megnevezése. Természetesen van még sok másik csoport, mondjuk a Gábor cigányok, a széles karimával, pödört bajusszal, nagy szoknyával. Persze most a pödört bajusz és a kalap a férfiakra, a szoknya inkább a nőkre jellemző, akik kereskednek, Erdély területén élnek, és most már viszonylag nagyobb számban, gyakrabban megtalálhatóak Magyarországon is, és még sok-sok más csoport. A lényeg az, hogy ne keverjük, tehát nem mondjuk azt, hogy ne gondoljuk úgy, legalábbis mondhatjuk, persze ők is romák, meg azok is romák, vagy ők is cigányok, tehát a cigányságban mindegyik beletartozik, de ne gondoljuk azt, hogy egységesek lennének, mert hogy közöttük viszonylag nagy ellentétek vannak. Például mondjuk egy tradicionális romungró nem fogja a gyerekét vagy a lányát egy beáshoz vagy egy olához hozzáengedni, mint ahogy a beás sem adta a lányát egy olához mondjuk egy 30 évvel ezelőttig. Manapság már természetesen ez enyhül, és kisebbek a konfliktusok, kisebbek az eltérések, és megindult itt is a keveredés, de hát ugye egy 50-60 évvel ezelőtt nem volt elképzelhető mondjuk vagy sokkal kevésbé volt elképzelhető mondjuk egy sváb meg egy romának a házassága. Manapság ilyenek is előfordulnak, és még sok példát lehetne természetesen mondani. Erre a korszakra jellemző az, hogy a cigányság döntő többsége már letelepedett. Összesen kb. 3%-a él vándorcigányként az országban, vándorolva, a többiek már helyhez kötöttek. Jelentős részük, körülbelül 2/5, azaz megközelítőleg 40%-uk napszámosként dolgozik, a körülbelül 30%-uk iparban tevékenykedik, például mondjuk vándorkovács vagy kolompár, tehát kolomkészítő, esetleg teknővájó. A fenti linken látható egy film a teknővájás egyik utolsó képviselőjéről, egy 10 perces YouTube alkotás, nagyon ajánlom, szerintem nagyon jó és nagyon hasznos. Megláthatjuk, hogy milyen pokolian nehéz és bitang munka volt ez a teknővájás, de tipikusan cigány szakma volt. Persze mellettük vannak csiszárok, kupecek, tehát a lovakkal foglalkozó kereskedők és sok-sok egyéb ember, vagy egyéb szakma, és van egy kb. 10%-nyi, aki a zenész világban tud elhelyezni, vagy zenészként él. Ugye ebben a korszakban bőven felfutóban van az operett, illetve a magyar nóta, és a cigány, mint zenész, az nélkülözhetetlen kelléke a mulatságnak. Nem nagyon szeretnék erre kitérni, de azért, hogyha ezeket a százalékokat összeadjuk, akkor ugye 80 jön ki. A 20% az, amiről nem igazán vannak pontos adataink. Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy bűnözésből, vagy lopásból, vagy mit tudom, kódulásból éltek, hanem inkább az, hogy nem illenek bele ebbe a két rétegbe, de kétség kívül, hogy igen sokan vannak gyalázatos életkörülmények között, hogyha ezt a bal alsó képet nézzük, itt a faluszéli útri sornak az ábrázolását a 19. század végén. Sok gyerek gyakorlatilag nem túl magas nívójú környezetben,
azért a kódolás és az ezzel kapcsolatos élet, bocsánat, megélhetési módok nem teljesen ritkák a cigányságnál, de látjuk, hogy a kb. 80%-a dolgozik, és megpróbálnak integrálódni a társadalomba. Nagyon bízom benne, hogy ezekkel a kényes témákkal senkinek az önérzetébe vagy a lelkébe nem gázoltam bele, nem vált szándékomba. Hogyha mégis így volt, akkor írjátok meg, lehetőség szerint ne gyalászkodó vagy nagyon-nagyon aljas kommentben, hanem egyszerűen valamiféle helyreigazítási kérelemmel, de bízom benne, hogy inkább a pozitív kritikák, illetve a pozitív kommentek fognak megjelenni. Erre bíztatok is mindenkit, hogyha tetszett, akkor esetleg egy lájkkal vagy egy feliratkozással támogassátok a csatornákat, vagy egyéb módon, mint a képen villogó emberek megtették, és ezúton is köszönöm nekik, hogy vannak. Nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy végignéztetek. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!